Kedves nézőink, a Halloweenon túl is, talán az ősz az az évszak, amikor a legtöbb minden adott ahhoz, hogy kidekoráljuk a lakást. Ebben ismét Szabó Veronika lesz segítségünkre. Szia Veronika, jó estét! Szia, jó estét! Gyönyörű szép dolgokkal érkeztél, és miközben ugye arról beszéltünk, hogy elég cseles már ez az ősz, mert ugye az ember akár könnyen meg is fázhat, hát ha egy jó meleg kuckóban, vagy egy csodálatos üzletben készíti ezeket a dekorációkat, akkor lehet, hogy ez a veszély elkerüli. Nálatok a Bíborka kreatív boltban ezt mindet el lehet készíteni, ami szinte megdöbbentő, és meg is lehet ezeket tanulni. Hogy érzed, az őszi színek azok egyértelműen viszik a pálmát, vagy azért ebbe az őszi hangulatba, narancsos, zöldes, bordós, barnás árnyalatokba azért más színeket is érdemes becsempészni? Nálunk most két stílus volt az őszi dekorációban. Az egyik volt ez a narancs, arany, barna, egy kicsit bronzréz hangulatú dekoráció, illetve itt láthatjátok, van ez a hanga, a szederlila, tehát ennek, ez is az ősznek a színei, de nem az a hagyományos színek, egy kicsit púderesebb, egy kicsit finomabb, lájtosabb színek. Ezeket is mindenféle interiőrbe be lehet csempészni? Vagy ezek inkább kötöttebbek? Én azt gondolom, hogy ezt egy ebédőasztalon bármelyik stílusú konyhában megállja a helyét, akár ami mellett van, tehát van az a dekoráció is. Vannak itt egy picit játékosabbak, vagy kis manók vannak, ezek süthető gyurmából készült saját készítésű manócskák, úgyhogy az egy picit játékosabb, vidámabb, de vannak klasszikus stílusok is, ami szerintem bármelyik lakásban megállja a helyét. Gondolom, hogy a kellékek tekintetében nagyon nagy a választék, tehát sok mindent megvásárolhatunk, de ha mondjuk a természetben egy kirándulás alkalmával járunk, akkor mi mindent érdemes beszerezni, amit esetleg fel is használhatunk, és mondjuk tényleg tartósak maradnak, akár egy ajtódíszben, akár egy asztaldíszben? Amit én nem a természetben, hanem a kertben szeretek minden ősszelbe gyűjteni, az a hortenzia. Én ezt nagyon szeretem az őszi dekorációban felhasználni. De a természetben járva ugyanúgy ki lehet szárítani a szedret, vagy bármilyen csipkebogyót, ilyen bogyós termiseket lehet felhasználni. Igaz, hogy időigényesebb, tehát sokkal több időt vesz igénybe, és sokkal több türelmet és hozzáértést, de fel lehet ezeket is használni, vagy faágakat, leveleket, bármit, amit találunk, ugyanúgy be lehet építeni a dekorációba. Elég ugye, hogyha az ember egyszer-kétszer elkészíti mondjuk hozzáértők segítségével, például a saját ajtódíszét, lehet, hogy utána már bátrabb lesz. Mi a tapasztalatod? Kik mennek hozzátok foglalkozásra? Azok, akik érzik magukban a kreativitást, vagy akik azt mondják, hogy na én totál béna vagyok, de hát ha valaki megmutatja és kiderül, hogy vannak rejtett képességeim. És tehát mind a két esettel szoktunk találkozni. Ilyen hihetetlenek kell, hogy ők ezt nem fogják tudni elkészíteni, aztán végül kiderül, hogy tényleg csoda, amit hazavisznek. Én azt gondolom, hogy mindenkiben benne van az a képesség, hogy a saját ízlése szerint tudjon dekorálni és elkészíteni dolgokat, csak bátorságot kell venni, hogy hozzákezdjen. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt kezdődtek például az ajtódíszek Magyarországon tért hódítani, és elsősorban ugye az adventi ajtódíszekre koncentráltunk akkor még, azok fölkerültek, aztán valamikor januárban lekerültek, és sokáig nem került semmi az ajtóra, de azóta itt egy ilyen nagy forradalmat éltünk meg, mert minden évszakban minden igyekszünk. Minden szezonban így van, tehát minden szezonnak megvan a maga hangulata, és ehhez igazítja a bejáratát is az ember, de teljesen már ezt korábban mondtam, hogy teljesen más érzés belépni úgy a lakásba, hogy valami szépség van rögtön, ahogy belép a lakásba, de ugyanúgy az asztaldíszek az ablakokba kerülnek most már dekorációk egyre több helyen, több felé. Én gondolom, hogy ugye ez az üzenete, hogy aki oda betér, azt tudja, hogy őt barátsággal szívesen várják, hiszen már az egy ilyen megtiszteltetés, hogy az ajtóban is valami kedvesség fogadja, és hogy tovább megy a lakásban, érdemes ugye ezt továbbvinni. Hogyha valaki leteszi a voksát egyfajta stílus mellett, mondjuk egy rusztikus ajtódíszt készít, akkor érdemes az egész lakásban megmaradni ennél a vonalnál, vagy azért itt lehet váltogatni is? Lehet váltogatni a stílusokat, tehát ez ugyanúgy, mint a lakberendezésben, időnként minél ellentétesebb, megdöbbentőbb, annál érdekesebb lehet egy dolog, de lehet az egész lakás, hogyha valaki azt a stílust szereti, illetve az is lehetséges, hogy szobánként más-más stílus, mint ahogy más színűre festjük esetleg azt a helyiséget.
Ezek a nagyon szép dolgokat készítettél. Nekem a kedvencem például az a tényleg hagyományos halloweeni tök, ami egy ilyen kis festett, nem is tudom milyen módszerrel készült. Az kézzel van pingálva, vagy valamilyen sablonnal dolgoztál? Egy sablonnal dolgoztam, tehát aki nem olyan nagy kézügyességgel rendelkezik, az is meg tudja tenni. Fogtok majd tököt faragni nem sokára, de aki nem szeretne tököt faragni, akár ilyen díszítést is tud tenni a tökre. Könnyen elkészíthető egyébként egy stencillel, egy sablonnal. Ez táblafestékkel van festve, az a kinti viszonyokat is, tehát kintre is lehet tenni akkor a tököt, és kibírja. Tehát egy kiadós eső nem fogja lemosni. Igen, tehát egy szezont kibír. Aztán nagyon tetszik ez a gyertyatartó benne, ilyen kis denevérek, tök, de ha így én meg is fogtam, a kedves nézők most ugye nem tudják, ezek azért nem igazi tökök, amiket hoztál. Ezek miből készültek? Ezek hungarocell tökök, tehát mind a két stílusú hungarocell tökre van dolgozva. Az egyik ez egy akrilfesték és egy durvább paszta, egy kőpaszta van rádolgozva. A másik pedig szintén akrilfesték és egy kis tülbe van belefogva, és egy pici ilyen beszúrókkal, strasszokkal van egy kicsit lágyabbá, nőiesebbé téve. Mennyi idő alatt készül el mondjuk egy ilyen kis cuki tök? Az egy pár perc alatt elkészített. Mondjuk nekem egy 10 perc, egyébként bárkinek egy 20 perc alatt el lehet készíteni. Azért, aki ugye beleteszi az energiát, a türelmet, a figyelmet, azt szereti ezeket a dolgokat meg is óvni, gondolom, hogy el lehet tenni a következő szezonra, ugye? Igen, én javaslom. Nekem is szezononként vannak eltéve a dekorációk. Lehet hozzá újat rakni, vagy lecserélni egy-egy részeket belőle, de érdemes ezeket újra felhasználni, ezeket a dekorációkat. Most itt az őszi szünet kapcsán lesz arra lehetőség, hogy mondjuk akár gyerekek szülőkkel együtt egy-egy foglalkozáson részt vegyenek nálatok? Gyerekeknek tervezünk most az őszi szünetben a szünetek körül. Nem minden szülő teheti meg azt, hogy eljön az őszi szünet idejére, és ilyenkor szoktunk foglalkozásokat szervezni a gyerekeknek, kisebbeknek, nagyobbaknak, gyakorlatotóbb, tehát akik több gyakorlattal rendelkeznek, olyanoknak is. Tehát biztos, hogy lesz újra foglalkozás az őszi szünetben. Veronika, köszönjük szépen, és reméljük, hogy azok a kicsik, akik nálad nevelkednek, azok már felnőttként nagyon bátran kezdenek bele, akár egy teljes lakásnak a dekorálásába. Bízom, így van ez. Kedves nézők, a tavalyi halloweeni víkendben Varga Zsuzsa és Fekete Andor faragott halloweeni tököt. Nézzük meg akkor, hogy sikerült a fiataloknak a dekoráció. Velem szemben pedig már Fekete Andor, aki idén is elvállalta, hogy kifaragja a műsor halloween tökét. Szia Andor, hát kisebb nyomás hatására azért valljuk be, de ez azért jól ment tavaly. Azon poénkodtunk, hogy ha valaki most látna először, akkor azt gondolná, hogy ezt te hivatásszerűen űzöd ezt a tökfaragást, de hát azért oszlassuk el ezeket a tévhiteket, ez nem így van. Hát ez egyáltalán nem így van, de majd a végeredmény szerintem ezt be is fogja bizonyítani, hogy egész messze állunk attól, hogy ezt hivatásszerűen lehessen űzni. Viszont amit már hivatásszerűen űzöl, az a sport ebben az évben, hogyha jól tudom, akkor 3 alkalommal is részt vettél Spartan részversenyen? Ez egy kicsit más vonal volt most idén, viszont
valahol meg hasonló, tehát ugyanilyen OCR, Obstacle Race versenyek voltak ezek. Most Svédországba sikerült eljutnom 3-szor, ott az egész szezont sikerült lefutnom, úgyhogy igen, most egy kicsit így kikacsingattam északra, valamint itt a megyében is, Nyírbátorban például, ott sikerült egy korosztályos harmadik helyet is futnom, úgyhogy az... Na, az szerintem kezdj hozzá, mert lehet, hogy nagyon gyorsan futsz, de azért a tökfaragást nem tudom, hogy hány perc alatt tudod megcsinálni, de közben, miközben elkezdett csinálni, azért én kérdezgetlek, mert ez a svédországi verseny, ez szerintem mindenképpen egy érdekes dolog volt. Mennyi ideig voltál ott? Volt egy rövidebb etap, az Göteborg volt, ott egy 3 napra mentem ki, gyakorlatilag csak a versenyről szólt az egész, és 2-szer voltam Stockholmban, ott van egy kis hátszelem is, a család egy része ott él, így ott össze szoktam kötni a sportot egy kis családlátogatással, illetve most legutoljára nem hagytuk ki a szakmát sem, Svédországban állatkertet is sikerült látogatni. Mert hogy ugye tényleg akik ismernek, tudják, hogy főállásban pedig gyakorlatilag ugye a Nyíregyházi Állatparkban dolgozol. Visszatérve még egy kicsit a svéd versenyre, milyen volt az idő, és mennyire kedvezett ez mondjuk a kihívásoknak? Nagyon szerencsés vagyok Svédországgal. A nagynéni még szerint ezekben a hónapokban, tehát még akár nyáron is simán előfordulhat 14-15 fok és vízszintes eső. Ehhez képest én közel helyi időjárás, tehát magyar időjárás és körülmények között tudtam mindig futni, úgyhogy maximálisan elégedett lehetek ezzel a részével. Ez összesen hány kilométert jelentett? Hát ilyen körülbelül 8 kilométeresek ezek a versenyek. Itt annyiban például más is, mint mondjuk a Spartan rész, hogy itt megvan előre a pályavonal vezetése, és helyel közel tudjuk, hogy az akadályok is hol helyezkednek el. Ez egyrészt segítség, másrészt egy kicsit változatosabbá teszi ezeket a versenyeket, illetve még ami szerintem egy nagyon nagy előnye a északnak, illetve konkrétan Svédországnak, hogy az Európa-bajnokságon, az akadályfutó Európa-bajnokságon a résztvevők több mint 10%-a svéd. Tehát egy olyan mezőny ellen, vagy mezőnnyel, inkább, sokkal inkább mezőnnyel kell futni, akik nagyon jók. Tehát ez ad egy óriási plusz lendületet. Ugye az akadályok is másfajták, úgyhogy egy teljesen üdítő színfolt lehet akár magyaroknak is, hiszen nem egy ördöngős dolog most már eljutni akár Stockholmba. Azt mondják, hogy a férfiak egyszerűen nem tudnak két dologra figyelni, tehát vagy beszélnek, vagy csinálnak valamit. Mi most folyamatosan ugye gyakorlatilag arra kényszerítünk, hogy a tökfaragás mellett az élményeidről is beszélj. Hát minden esetre, hogy egyszer egy bármilyen versenyen egy hasonló akadályba botlanál, hogy közül ott ki kell faragni egy tököt, akkor azért neked ehhez már van némi nemű tapasztalatod. Egyébként milyen technikával dolgozol, Andor? Azért a legféltettebb titkaidat igazán megoszthatnád a nézőkkel. Tökfaragást? Most erre gondolok, igen. Hát a technikám most jelenleg leginkább a túlélésre játszás. Ugye itt tényleg a több irányba való figyelés, bár most ha lassan is, de haladunk, és még mindenki él, úgyhogy akkor már hol jársz, mert pont nem látom a szemnél? Igen, most a második szemnél járok. Na akkor közben, miközben ezt csinálod, akkor egy picit beszéljünk a jövőről is, versenyek vonatkozásában. Mire készülsz, illetve hát így az ősz és a tél beálltával mondjuk számotokra, ez mennyire nehezíti a felkészülést? Hát ezt talán még inkább könnyítésnek is mondanám, hiszen az alapidőjárás is kicsit extrémebb lesz. Gondolok itt arra, hogy egy ilyen svéd versenyen rendszeres akadályként szerepel egy olyan konténer, ami hideg vízzel van töltve, és abba beleborítanak egy olyan 30 centi vastagon jégkockát. Úgyhogy gyakorlatilag ez az őszi idő, különösen ami mondjuk mostanában van, ez a viszonylag melegebb napok, hűvösebb reggelek, ez maximálisan alkalmas a futásra is, illetve arra is, hogy az ember egy kicsit készüljön az ilyesmire. Mi volt a legborzasztóbb ilyen akadály, amit tényleg szívből utáltál, de azért megcsináltad?
Idén meglepő módon nem találkoztam vele, tavaly viszont igen, Svédországban, az a villanypásztor erdő. Uh-huh. Ott egy ilyen, hát 15 métert kell körülbelül megtenni, úgyhogy 20 centinként van lelógatva egy-egy ilyen villanypásztor zsinór. És hát, azok ráznak? Igen, ráznak, jaj. És igazából nincs menekvés. Uh-huh. Tehát én nagyon sok technikát láttam már, oldalazás, óvatosan, sietve, nincs menekvés. Körülbelül hányszor csap meg ilyenkor, mondjuk még egy rutinos versenyzőt is ez a villanypásztor? Hát 2-3-ból szerintem már meg lehet uh-huh. úszni. Mondd, mi az, ami mégis gyakorlatilag erre sarkal, hogy újabb és újabb ilyen kihívásokra ad a fejed? Hát egyfelől benne van mindenképp a határok feszegetése, illetve ez egy nagyon nagy élmény, tehát azért így elmondva kevésbé tűnik jónak talán, de azért ha ott van az ember és ott van akár több ezer, több tízezres nagyságrendekről is beszélhetünk most már egy-egy ilyen versenyen Európában, gyakorlatilag minden ember egyrészt sportásként tekint a másikra, ez szerintem nagyon fontos, uh-huh. tehát egy ilyen verseny kifejezetten erről is szól, hogy egy tényleg jó és baráti találkozási pont lehet, másfelől meg tényleg ez, hogy egy óriási élmény. Ott van egy ilyen fesztivál hangulat, én azt tudom mondani mindenkinek, hogy ki kell próbálni egyszer, és szerintem magával ragadó élmény tulajdonképpen. Hát, hogyha mondjuk valaki fizikailag képtelen erre, akkor esetleg, hogyha a közelben van hasonló verseny, akkor nézőként talán bele lehet cippantani abba, hogy milyen, és a hangulata nyilván egészen más azt megélni, mint látni. Ki a példaképed, illetve te tudomásod szerint vagy-e már valakinek példaképe, aki mondjuk szintén hasonló sportot szeretne űzni? Hogy én példakép lennék-e, erről nem tudok, és ha egész őszinte akarok lenni, akkor amennyi időm és energiám van ezekre a versenyekre, ezt nem is gondolnám, hogy ez elvárható lenne. Persze, hogyha valakit sikerül motiválni, az mindenképpen egy nagyon hasznos dolog, hiszen több olyan futótársunk is van, akik kifejezetten úgy indultak erre a vonalra, hogy akár több 10 kiló felesleggel. Tehát, uh-huh. hogy egyszerűen egy olyan életmódváltást sikerült végrehajtaniuk, ami részben ugye a sportnak is, vagy ennek a sportnak is köszönhető, tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon fontos. Példaképek, igazából én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hiszen olyan emberekkel futhatok együtt, most, ha ki kéne emelnem valakit, Tóth Ádám lenne, ő Európa egyik legjobb akadály és terepfutója, most éppen egy rehabilitációból tért vissza. Tehát, hogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy akiket példaképként lehetne említeni, őket merem a barátaimnak nevezni, és együtt futunk, szóval, hogy ezért ez egy elég speciális, viszont nagyon szerencsés helyzet szerintem. Hogy állsz a tökkel? Percek kérdése, sőt, másodpercek inkább. Szuper, akkor figyelj, én azt mondom, hogy nekem te vagy a példaképem tök faragásban, nem tudom, hogy ez jelente valamit, remélem igen. Megtartunk majd ilyen kis tök faragó szaktanácsadónak is, hanem is minden össze téged hívunk erre a nemes feladatra, de hát úgy látom, hogy azért most megvédted a tavalyi címed, úgyhogy egészen tökös kis Halloween tököt sikerült készíteni. Andor, köszönjük szépen, kicsit kancsítós, de mindenképpen mosolygós lett a 2019-es Halloween tök. Én köszönöm a lehetőséget. Az ősz nélkülözhetetlen alapanyaga, ha ételekről van szó, a tök, és mint oly sokszor Tóth Judit ismét készült, finom ételekkel és szakszerű tanácsokkal is. Szia Judit! Mi már ilyenkor nagyon éhesek vagyunk, tehát tök mindegy, hogy mit hoznám. Szerintem mi mindenképpen fogékonyak lennénk erre az ízvilágra, de hát úgy látom, hogy most is remekeltél színben és megjelenésben egyaránt. Amellett, hogy te ezeket az ételeket elkészíted és megtanítod esetleg azokat, akik nyitottak rá, amellett hát járod a megyét, és mondhatom azt, hogy osztod az igét az egészséges táplálkozásról? Hát így is fogalmazhatunk, igen.
Igen, elsősorban az ételallergiásokat próbálom egy kicsit közelebb hozni ehhez a, megkönnyíteni a mindennapjaikat tulajdonképpen ezekkel a konyhatechnológiai segítségekkel, amiket igyekszem nyújtani. Hát illetve most már egyre többet kapok lehetőséget arra, hogy gyerekekhez, középiskolásokhoz, vagy általános iskolás gyerekekhez is eljussak, és egy kicsit igen, belevigyem őket ebbe az egészséges életmódba. Szerintem rettenetesen fontos, hogy az ő szemléletüket egy kicsit lehessen formálni. Az én tapasztalatom az, hogy például a menza ellen eléggé ágálnak, nem szívesen fogyasztanak reform ételeket sem, sőt, menza ételeket sem, tehát hogy nagyon-nagyon beszűkült az a néhány étel, amit a fiatalok szívesen fogyasztanak. Egy-egy ilyen előadáson hogy látod, mennyire nyitottak, vagy mennyire szívesen kóstolnak például ételeket? Szerintem nagyon nyitottak. Abban látom inkább a hiányosságot, hogy nem ismerik az alapanyagokat, és bár az a tendencia manapság, hogy a közétkeztetés most már nagyon szépen nyit e felé, de még mindig a szülők kezébe szoktam helyezni ennek a súlyát, mert szülőként sokkal fontosabb, hogy megmutassuk a gyerekeinknek ezeket az alapanyagokat, hiszen a legtöbb időt otthon töltik, és elmarad, mert a szülők is kevésbé nyitottak erre. És próbálom inkább arra fektetni a hangsúlyt, hogy elmagyarázzam nekik gyerekként, hogy maga a rost mennyire fontos, értsék meg, hogy azt nem azért kell enni, nem azért kellene együnk változatosan, mert hogy az a szokás, hanem azért, mert ez az egészségünknek nagyon jó. Ezt rettentő nyitottak, nagyon szívesen kóstolnak, és elcsodálkoznak egy-egy ételen, hogy mennyire nagyon finom is ez, pedig még otthon ilyet nem ettünk. Igen, vagy sokszor ugye, mivel nem ismerik, ezért utasítják el az ételeket. És persze, ha annak az ételnek a megjelenése szép, színes, vagy a gyerekek lelki világához közel áll, amiről ugye te már számos alkalommal mutattál példát, hogyan lehet ilyen kis cuki gombákat és mindenféléket oda csempészni, vagy kicsi apró díszeket természetes növényekből, akkor nyitottabbá válnak. És be is lehet vonni a gyerekeket abba, hogy ezeket az ételeket elkészítsük. Ugye sokszor azt mondják a szülők, hogy az a gond, hogy ez rettenetes időigényes, én már este 7-kor egyszerűen nem tudok előállni ilyen kis csoda süteményekkel, és akkor ezért egyszerűbb a gyors ételeket elkészíteni. Hát én meg azt gondolom, hogy nem így van, mert legalábbis én a saját receptjeimmel arra törekszem, hogy ne vegyenek nagyon sok időt igénybe, vagy annyira könnyen elkészíthetőek legyenek, hogy a gyerek. Én a gyerekemmel nagyon sokat főzök, és nagyon élvezi. És az a tapasztalatom nem csak anyaként, hanem ahogy mondtad, járok, főzők, mutatok, hogyha ők elkészíthetik, ha beletehetik a maguk munkáját, sokkal szívesebben fognak hozzányúlni, sokkal szívesebben kóstolják meg, hiszen az ő munkájuk is benne van. Nos, akkor most őszi, tökös és még esetleg halloweeni ételekről beszélgessünk. Én szerintem ennek a szellemében készültél most. Miket hoztál nekünk? Hát a reformálás és a nyitottság jegyében megtöltöttem a nagyon közkedvelt spagettit, a gyerekek is, és mindenki kedvence. Ugyanez egy húsmentes étel, spagetti tésztát, sütőtököt és a sajtkrémet kevertem össze, és azt töltöttem vissza, és sütöttem meg egybe egy sajttal befedve, és a nagyon kevés fetával van még kiegészítve. Nagyon finom, azon túl, hogy milyen jó íze van. Milyen fűszereket használtál hozzá? Csak szerecsendi, ósó és bors. Tehát semmilyen mesterséges, ízfokozós. Nem. Nagyon szeretem a zöld fűszereket, ez ugyan most nem igényli, mert alapvetően ugye elég édes, de ha tehetem, akkor inkább csak zöld fűszereket használok. Tehát ez egy édesebb jellegű étel? Akkor a sajt és a feta miatt sós, a tök miatt édes, tehát nagyon jól harmonizál ez a két íz együtt, nagyon jól megtalálja, és a tészta pedig annyira kommersz, nagyon jó kiegészítője ennek az ízvilágnak. Én azt gondolom, érdemes kipróbálni, amire a tészta megfő és megsül a tök, összeállítani már nagyon kevés időt, tehát nem kell órákat tölteni vele. És ugye a gluténmentes tésztával, vagy esetleg valami... Ez is azzal készült. Igen, olyan sajttal, ami nem tehéntejből készült, akkor már az ereérzékenyek is nyugodtan megkóstolhatják. A másik pedig hát egy tortának kinéző dolog, édes vagy sós? Ez is egy kicsit érdekes, mert sütött liszt és cukormentes tortáról beszélünk, tehát ebben nincsen liszt. Keményítő van benne, nagyon kevés, csak azért, hogy egy picit összefogja. Sütőtök van benne, túró és mák. Ez nagyon érdekes kombináció. Nagyon finom. És, na és viszont ebben szintén nem használok, ugye nyilván itt sem semmilyen különleges ízesítőanyagot, egyedül a mézes kalács fűszerkeveréket, mert azt gondolom, hogy minden tökös édes ételnek nagyon jó ízt kölcsönöz. Elmondod gyorsan a receptet, hogy ez hogy készült, vagy hogy kell egyáltalán elképzelni? Azonos adag, tehát adott esetben itt egy fél kiló túróról beszélünk,
egy két evőkanálnyi mákról, egy fél kiló sült tökről, és a tetején van egy ilyen tökös tejfölös szósz a végén, ami rá van sütve. De ezek ugye össze vannak keverve? Össze vannak keverve, és egymás után adagolódik be a kis formába, és akkor ez nagyon szépen elegyedik, ugye elfolyik tulajdonképpen, és egy 40 perc sütést igényel mindösszesen. Hány fokon? Hát egy olyan jó 180 fokon. Hogyha valaki most nem bírta följegyezni, szerintem a te közösségi oldalodon ott vannak a receptek, lefotózva, és esetleg pedig a személyre szabott tanácsokra is nyitott vagy, úgyhogy nyugodtan kereshetnek. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és a kedves nézőknek is, akik most már szerintem szinte maximálisan fel tudnak készülni a közelgő Halloween-ra, ha pedig kibuliszták magukat, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor többek között a Sóstói Múzeumfalu Márton napi programjáról lesz majd szó. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, jó hétvégét és kellemes pihenést, viszontlátásra!